Ebben a kísérletben egy rendkívül érdekes, hogy inkább meglepő energiaforrást fog bemutatni önöknek. Egy olyan áramforrást, amely egy uborkából nyeri az erejét. A berendezés a következőképpen néz ki. Egymást követik réz és cinklemezek, amelyek egymással sorban vannak kapcsolva, és a két szélső cella az rá van kötve egy fényemitáló diódára. Hogyha egy ilyen rész-cink lemezre egy savas kémhatású uborka szeletet tűzök, akkor már is létrejön egy rendkívül egyszerű galvánelem, amelyiknek körülbelül 0,7 volt a potenciálja. Persze ettől a LED még nem világít, hiszen a zöld ledek kigyújtásához legalább 2,3 volt feszültségre van szükség. Viszont ha már 3 szelet uborkát feltűzök ide az elektródákra, akkor a remény már megvan arra, hogy bekapcsoljon ez a LED. Persze szükség volna arra is, hogy itt még valamilyen kapcsolót beiktassunk. Ha megnézzük a fényforrást, és látszik, hogy az ujjammal megfogom itt az elektródákat, akkor már haloványon világít a LED. Persze azért van egy kis trükk ebbe, hiszen nem ennyire jó vezető az ujjam, hanem azért vezeti az elektromosságot, mert korábban az uborkákat vágtam bele, így akár kapcsolóként is működik, és akkor tegyük fel az utolsó uborka szemet, az eredmény meglepő, igazán jó fényerővel világít az uborka. Ha valaki ellenőrzésképpen száraz kézzel próbálja fogdosni az elektródákat, gyakorlatilag nem világít a LED, viszont ha a száraz ujjunkat a ecetes ujjunkra cseréljük, gyönyörű szépen látszik az elektrolitok jobb vezető képessége, sőt, hívhatunk egy tanulót, akinek korábban száraz volt az ujja, és ecetes ujjunkkal erőt is adhatunk neki, hogy utána ő is vezetővé váljék, és be tudja kapcsolni a fényemitáló diódát. Természetesen, hogyha ezt a diódát kicserélnénk valami izzólámpa fényforrására, vagy egy nagyobb áramerősséget igénylő fényforrásra, akkor az uborkaelem nagy belső ellenállása miatt nem világítana, de szerencsére ezek a fényemitáló diódák olyan kevés áramot fogyasztanak, hogy még egy ilyen nagy belső ellenállású uborkaelem is gyönyörű szépen világításra tudja őket ösztökélni.